Nagyon klassz dologról fogok beszélgetni, fogunk beszélgetni, csillagok háborúja kiállítás lesz, kérem szépen, mondjuk ezt mindenkinek a Budapest Bálnában. A vendégünk Tóth Gergely producer. A Concert ko... Europe. Concert Europe, Koncert Europe. Euh, Europe igen. igen. Hú, nem szeretem ezt a producert, de <laughs> inkább ilyen művészeti vezető. Művészeti a a a vezető. Az jobban tudom, is, is hangzik, Rengeteg pénzt tesznek ebbe az egész dologba. Meséljen nekünk akkor. Jó, hogy most ez a bálnában, ez egy ilyen utazó, utazó kiállítás, vagy teljesen új magyar ö, ö, novum? Nem, hát ez egy uh, utazókiállítás. kiállítás. Uh, azt kell tudni, hogy az egész világon négy darab kiállítás van uh, ennek a filmnek a kapcsán, és nekünk csak négy évet kellett várnunk arra, hogy ez ide jöjjön. Uh, nagyon nehézkes dolog volt, mi azt hiszem Londonban láttuk először, és ott kezdtünk el vele tárgyalni, gondoltuk, hogy jaj, de jó lesz, akkor ezt most elhozzuk Magyarországra, mondták, hogy jó, persze, nem, akkor álltuk be a sorba, így van. Uh, gyakorlatilag nem csak, hogy a cégünket, hanem magát a helyszínt, az egész országot vizsgáztatták, uh, arra vonatkozólag, hogy ugye mikor uh, jöjjön ide, és most Párizsból ér Kíváncsi tettél. Biztos nem jogállamiság és demokrácia szempontból vizsgáltatnak Magyarországot, hogy ide hozzák-e a kiállítást? Nem, nyilván nem. nem, nem. Tehát nyilván turisztikai szempontból, hmm. hogy körülbelül mennyi nézőre lehet Aha. számítani. Nagyon fontos volt nekik maga a helyszín, és egyébként ez tök jó, hogy a Bálnában tudtuk. És ezt. És hogy, hogy történt? Bedobtatok egy pár helyszínt, és akkor ide jött egy delegáció, és mondták, hogy Bálna? Uh, igen, egyébként... Uh, Tessék? Csak közben mutatja, nézők látják a jelítést. Ja, hogy itt látunk. Igen. Ez úgy működött egyébként, hogy át kellett különböző prezentációkat magáról a helyszínről, és egyébként ezeken a klasszikus kiáltás helyszíneken, ahol, ahol az egyéb vannak, az nem is felelt meg nekik, mert ugye ezek ilyen jelenti, úgymond szuterénhelyiségekben vannak, úgyhogy nagyon köszönjük a bánának, hogy most sikerült. Jó, és, be, és mi, mi kerül kiállításra is. ezen a kiállításon? Így a, van. film, a valós filmben használt maszkok, jelmezek, V vagy nem tudom, hát ez minden, mi minden, 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 minden. Tehát ezzel közel 1800 négyzetméterre leszünk, három hete épül az egész, Hú. több mint 150 ilyen vitrin, 60 darab életnagyságú baba, űrhajó, maga dzsabba, egy hat és fél méteres rangkoncörny, mivel nagyon megküzdöttünk, és nem is férd be, úgyhogy igazából... De ezek eredetiek, Tehát ezek é, a filmben? Persze, abszolút. A, Ezek konkrétan a, a film kellékei? Hát azt így most konkrétan nem tudom, hogy a film kellékei vagy sem. E, nyilván nem akarok valótlant állítani, hogy most ezt éppen benne volt vagy sem, de mindegyiken ott e, vannak kis logócska, úgyhogy gondolom. Igen. De hát e, ez nem azért tisztem eldönteni. Egyébként ugye azért Fan Strides Back a neve, mert a tavalyi évben a rajongók ezt a kiállítást választották ebben a kategóriában a legjobbnak. És, hát, a négyből a... ami van? Igen, így van. Ebből egyébként egy Amerikában van folyamatosan, tehát sosem jön el, és három utazik, és most Párizs után Budapest, Budapest után Szofiába fog utazni. Tovább egyébként ez a kiállítás. Mibe szerettél bele, amikor Londonban ezt láttad? A hangulatában. Hát nekem ez egy nagyon menni? régi álmom. Nekem édesapám filmes, és e, igazából e, én azt gondolom, hogy aki, ugye két ember van, vagy, vagy aki szereti, vagy aki nem szereti ezeket a filmeket. Én nyilván mindegyiket végignéztem, és e, nekem nagy régi álmom. Alapvetően koncertszerző cég vagyunk, de, de, de ezt mindenképpen szeretjük volna ezt a kiállítást Magyarországra hozni. Egyébként sokan pályáztak rá, nekünk sikerült, mi örülünk ennek. Mondom, igazából csak ki kellett várni. És mi van az a nagy űrhajóval, a csillagrombolóval? Hát a csillagromboló az nem fér be a Nem, az de. nem jött el egyébként, lesz egy űrhajó az Anakin skywalker a pod részeire. Maga Anakin Skywalker is benne lesz ebben, ez most nem tudom pontosan, mert ahhoz már nagyon nagy fannak kéne lenni, hogy most melyik részben, de ebben versenyeznek ott, még amikor az ifjú Skywalker uh -huh. van. Én tudom. Ezt ki van állítva, az egy elég nagy, hát ilyen körülbelül egy ilyen, 10 méter hosszú és 3 méter széles, tehát az is egy ilyen nagyon szép nagy monumentális része ennek a kiállításnak. Jabba is legalább egy, egy 5 méteres gyakorlatilag élet hű valójában van jelen maga a nagyúr, akkor van egy, egy 12 méteres a csillagromboló, egyébként a csillagrombolónak a, a belseje, tehát ez a parancsnoki hídja, Igen. oda is oda lehet állni. Nagyon-nagyon érdekes. Van-e benne interaktív rész, Gergő, hogy most mire gondolok, vannak olyan fesztiválok? Én veled egy fénykardot. Én meg veled? és uh, vannak olyan fesztiválok, tudod, vannak ezek a falak, hogy bedugod a fejed, és akkor a kolbász fesztiválon egy kolbász vagy, nem tudom, a csillagok, csillagok háborújánál lehetek-e például házszóló Darth Vader, Luke Skywalker. <laughs> Alapvetően a kiállítás része, ez egy klasszikus kiállítás. Mi egyébként azért szeretjük, mert van például a Star Wars Identities kiállítás, ami inkább a digitalizáció és a, 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 az interaktivitás felé ment el, nem is annyira szeretik. Ez tipikusan az, ahol végig lehet nézni. Tehát mindegy kiállítás, tehát mint a festményeket, vagy mint a, a szobrokat teti végig lehet nézni egyesével, nyilván üvegbúra alatt. De egyébként a bábuk például nincsenek, azok csak így el vannak kordonozva. Viszont a kiállításhoz hozzá tartozik, lesz egy VR-sarok, ahol egyébként lehet kardozni a Darth meg Jedi iskolába járni, meg végignézni, ahogy a Darth vader ott mindenkit lekardoz, és akkor közben ugye az ember teljesen benne van ugye magában a filmjelenetben, vagy pedig van egy, 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 fotósarok, ahol ki lehet választani, hogy az ember kivel szeretne utána kint lenni a polcon, tehát hogy az most melyik, most a, Leila Hercegnő, vagy a Lux Sky, vagy a Csubakka. Van egy bárunk, ami egyébként a Millennium Falcon, vagy ahogy... Csillagközi báratok lesz. Igen, az is van, így van, ahol, ahol egyébként ott egy kicsit fel lehet frissülni. Meg hát nyilván merchandise, ahol, ha még marakinek maradt a zsebében akkor azt a Akkor most már csak az időpontot, az időpontot mondjuk, ugye, mert a helyszínt, a bálnát azt említettük, hogy ott lesz ugye a, a, ez a fantasztikus kiállítás. Szeptember és... közepétől az év legvégéig. Pontosan. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a türelmet is, meg az információkat is.